nagyon kemény edzés volt, nálunk ezt úgy hívják, hogy futballkondi. Ezt azért csináljuk, hogy minél jobb legyen a csapatnak az állóképessége, és a meccsen a 100%-ot tudjuk nyújtani. Ezután, délután mi lesz egy posztedzés, az kicsit lazább, azért inkább technikai jellegű. Nagyon szeretem a futballkondit, mert jó hajtos, és szeretem magamat látni, hogy minél többet ki akarok adni magamból, és ezen a futballkondi napon lehet legjobban mutatni, hogy mit tudsz és meddig tudod hajtani magad. A mai napon 100%-ot nyújtottam szerintem, a következő napon még 110%-ot akarok nyújtani, hogy a mérkőzésre 150%-os tudjak lenni. Itt megemlíteném Fodor Marcelt, mivel ugyanaz a posztunk, ezért nagyon sokat tudok tanulni tőle, és Magasföldi Józsefet, akinek a mentalitása és a küzdőszelleme irigylésre méltó. Most jelenleg az Etóra koncentrálok, de viszont minden egyes mérkőzésre így állok bele, hogy minél jobban, minél többet akarok nyújtani minden egyes mérkőzésre, és minden nap jobb akarok lenni, milyen voltam előző nap. Etóra egy nagyon nehéz ellenfél, most ők vezetik a bajnokságot, két meccsből kettőt be tudtak húzni, mi szeretnénk nekik ezt elrontani, és mi elhozni onnan a 3 pontot. Tudom, hogy nagyon nehéz lesz, de a csapat mindent megtesz, kirakjuk a lelkünket a pályára, és hogyha kell, mindent megteszünk érte. Gyere! Gyere! Gyere!